a Pécs Televízió kulturális információs műsorát látják. Zászlót vart nagyanyám, kifutott tej égett a tűzhelyre megbocsátható feledékenységből, láttam a Dunát a világ tetejéről, pusztán a parlament öltött pajtát, s a völgyben csörömpölt a köd, üvöltött a sás, szomjúság csöpögött a fényre, szabadság. Ilyen sok és ilyen kevéske. Része voltam az első órák okozta örömnek, félelemnek, gyásznak, győzelemnek. Rozvány György, 20. századi pécsi újságíró, publicista, költő. Több mint 4 évtizede ír. Azt mondja, az első zsengéket nem felülbírálja, hanem kinövi az ember. Évek óta ír a Sétatér című folyóiratba. Kötete még nincs, saját bevallása szerint Arany János nyomdokát követve ápolja a magyar irodalomkultúrát. Az önmenedzselés nem az ő világa. Melyek azok a hangulatok, érzések, amelyek leginkább megragadják? Alapvetően az emberi érzések, mindenütt azt nézem, arról írok, amihez mint ember közöm van, legyen az a városhoz való tartozást kifejező versek, vagy egy egész apró kis környezeti jelenség, ami bennem megmozgatja az érzelmeket, megmozgatja a szellemet, és ezt le kell írni. Rozvány György írásai sorközi rímekkel, hangulatelemekkel gazdagon tűzdelt szabad versek. Szőlőillat szárnyal, széles szivárványal. Versenyt vacog a gép, s a megbénült gesztenyék barna mosolya beletapossa a zöldbe a sepphelyes gyűgést. A képek olykor monumentálisak, és van, amikor az egészen apró mikrovilágról, leheletszerű futó érzésekről ír. Versei olvastán a költővel együtt cseppenünk a világháború éveibe, kerülünk a mecsek aljára, vagy érezzük át a szerelmet. Verses esjén színművészek előadásában hallhattunk néhányat a több mint 1000 írás közül. A tervek szerint néhány mecénás segítségével a nyáron kötet is születik majd. A Parti Galéria idén már 7. éve próbálkozik azzal, hogy Bálint napi mini kisplasztikai kiállításával kicsit a kultúra, a művészet oldaláról közelítse meg ezt a nálunk még fiatalnak számító populáris ünnepet. A kiállításra készült tárgyak témája tehát adott, elsősorban a szerelem. Érzelmes, kedves, néha gyűlölt vagy taszító, esetleg megmosolyogtató visszáságait vagy durvaságát mutatja be. Kinek-kinek egyénisége, tapasztalatai, és természetesen a megmunkált, felhasznált anyag lehetőségei szerint. Arra gondoltuk, hogy kezdjük az évet mindig valami könnyed dologgal, és ha már Bálint nap, akkor gondoltuk, hogy adunk egy kis feladatot a művészeknek, azon kívül, hogy nyilván valami szerelemhez, vagy szeretethez, barátsághoz kötődő témákat kell feldolgozniuk. Van még egy másik feladatuk is, hogy körülbelül 20x20 cm-nél kisebb alkotásokat várunk a kiállításra. Hát ez nem mindig, nem mindenkinek sikerül, de általában azért nagyon jó és színvonalas alkotások szoktak születni. Nálunk Magyarországon igazából úgy emlegetik, hogy a szerelmesek napja, de én úgy tudom, hogy például amerikai barátaimtól, hogy például New Yorkban az ismerősök, barátok visznek egymásnak hatalmas csokrokat, bombonokat, apró ajándékokat, nyilván ilyen kis szíves műtyürkéket, és hát mi ezt szeretnénk egy picit, ahogy talán mondtad, kulturáltabbá tenni, hogy nem bombonokat állít, szóval nem bombonokkal, tehát hogy a műalkotásokban megjelenjenek ezek az érzések, amik azért úgy gondolom, hogy fontosak, akármilyen kommersznek is tűnnek, és hát mi ezeket szeretnénk itt kiállítani. Budapesti és pécsi, valamint baranyai művészek a kiállítók. Van egy külön érdekessége még a dolognak, hogy fotó még soha nem volt, és idén 2 fotós is hozott nagyon, nagyon helyes alkotásokat. A tavalyi nyertes, és idén is már egy díjat nyert Szabó János, ő Bükkösdön él. Sigmond Géza, egy budapesti üvegművész, ő mindig nagyon gyönyörű dolgokat küld. Aztán Nyári Zsolt, aki nagyon komolyan veszi mindig a kiállítás, mindig nagyon-nagyon helyes kis szobrokat csinál, Molnár Sándor, akkor a tavalyi győztes Hüzési Zsuzsa. És talán egy dolgot még nem mondtam, hogy azzal próbáltuk izgalmasabbá tenni a kiállítást, hogy díjakat adunk ki, felkértünk pécsi vállalkozókat, mert ez anyagilag is annyira nem megerőltető,
hogy adjanak díjakat. A díjnak a lényege az, hogy akinek adják a díjat, attól egy alkotást vásárolnak. Ezen kívül a tavaly óta a város is ad ki közönségdíjat, minek után közönségdíjról van szó, a megnyitó közönsége szavazhat arra, hogy kinek szeretné adni a díját. Természetesen a Bálint napi hangulattal átitatott megnyitó után minden díj gazdára talált, és a közönség is ötletnézőbe indulhat még március 25-ig. Asszonyaink kedve macipán! Csápjainkat titkáros serege tartja tisztán, és esténként macipőben jár. Slángoló falloszaink előtt a föld asszonyai térdre hullanak. Ez egy 20-as évek közepéről való igazi avantgárd darab, a Cocteau-nak egy korai darabja. Ez eredetileg egy két hangszórónak a beszélgetése, és ezt dolgoztuk át mi egy színpadi játékkal, kicsit földúsítva a kortárs, tehát úgy, hogy a 20-as évekből való egyéb magyar és francia szövegekkel. Őt akarjátok? Akkor döntsétek meg körülöttetek azt, ami van! Roncsátok le házaitokat és építsetek újat! Meséljétek le köpeneiteket! Roncsátok le szavaitok és lelketek börtönét! Ha magatokat akarjátok, erre visz az út! Hányjátok az utcák fekete köveit! Tépjetek alá emberkörmötökkel! Ott hever valahol az utakon, a 100 őrre, 1000 őrre a földnek Ez nem egy ismert darab, ez Magyarországon egyszer ment 25-ben, azóta se szerintem senki nem ismer, csak az, aki most látta itt. Ez nem egy hagyományos színházi darab, tehát ezzel nehéz mit kezdeni. Gondolom nem álma senkinek, én nagyon szeretem az avantgárd színházat, meg egyáltalán az avantgárdhoz kapcsolódó, mondhatjuk, hogy ilyen szellemi hagyományokat, és amikor a szakdolgozatomat írtam, én akkor találtam ezt a darabot Pesten. Nekem megtetszett, úgy gondoltam, hogy lehet vele jó eladást csinálni. Szerintem sikerült. Akasszuk ki száradni a napra papírmasé gyermekeinket. Ajaj, készül az új ember hazugságból. Próféták szentlélekből, gavallérok frankból és becsületből, mennyasszonyok nárcizból és hipokrízisből. A család! Após, testvér, sógor, barát, bácsi, néni, dédanyák és unokák szolidáris blokja. Rockefeller 1000 dollárra jutalmazza a legszeretőbb anyát. Ó, a gyermek, az álom reménye. Mögöttünk eljegyzési kártyák, keblünk alatt márkapárok arcképei, fölünkben válóperek szimfóniája. Előttünk az igazak járnak, a szerelem fehér zászlóival, a szeplőtelen anyaság fehér zászlóival, a monogámia és a prostitúció hófehér zászlóival. Ó, a gyermeket körül hordozzuk, a családi szentében fogant. Vízfejével, neurózisával a szerelem gyermeke őt. Ha megül, cilindert fog viselni. Werner Schwab üstökösként robbant be a német színházi életbe első színművével, az Elnöknőkkel. Darabjaiban izzó szarkazmussal ábrázolja az osztrák kispolgári létezés kisszerűségét. Az Elnöknők három részes groteszk. Az első jelenet naturszituáció, a második elszabadult vízió, a harmadik a vágyak irracionális megtestesülése. Ez nincs sztoria, tehát nem egy sztoris darab. Ugyan röviden valamit lehet róla mondani, hogy három takarítónő tart egy szeánszot egy konyhába, de már ez se biztos, hogy így van, mert az előadás nem egészen egy konyhát ábrázol. Minden esetre szóval emberi sorsok láthatóak benne, mégpedig úgy gondolom, hogy olyan magatartásformákkal, ami valamennyiünkre jellemző, és hát én általában olyan előadásokat csinálok, ahol önmagunkkal szembesülünk. Milyen sok ember? Milyen sok ember jött itt össze, meg maradt együtt, meg közösséget csinált a Szent Atya lábainál. És a képek,
Milyen csodálatos! Olyan egy szép színek, mint a valóságban. Micsoda megindító békesség támad ennyi sok ember együttjében. A béke, az az élet értelme. És az élet meg az emberi mi voltnak az értelme. Mit hozott akkor, amikor erre a szerepre való felkérést megkapta? Hát nagyon ideges voltam, mert régen játszottam ekkora szerepet, és ilyen fordítást, a Partinőd Lajos fordította, és elég nehéz a szöveg, és elég nehéz volt ezt megtanulni a nyelvezete miatt is, és nagyon-nagyon izgultam, de nagyon jól érzem magam benne, és nagyon jól dolgoztam a Vince Jánossal, és nagyon hálás vagyok neki, hogy rám gondolt, és ezt a szerepet eljátszhatom. Milyen ő Marill? A Marill? A Marill elég sokszínű szerep. Egy szerencsétlen lecsúszott nőről van szó, akinek különböző lelki defektjei is vannak, és ezt eljátszani bizony elég nehéz. A történetben Gréte alakjának megformálója Barkóné Berecki Júlia. Jánossal 91-ben dolgoztunk együtt a Vitéliusban. Én egy császárnő voltam, aki azért megy be a színpadra, hogy gyorsan megölje a fiat. Ennyi volt az egész. És most az idén, októberben megjelent nála, én kinyitottam az ajtót, rám nézett, és azt mondta, hogy ez az. Mondtam, miről van szó. Légy szíves, olvasd el ezt a darabot. Én elolvastam, megdöbbentem, szólok Barkónak, a színész férjemnek. Te Gyuri, olvasd ezt el. Elolvasta. Mondom, na mit szólsz? Meg kell csinálni. Nem igazad is van. És elvállaltam ennek a szerepnek a megformálását, és meg kell mondjam, hogy rendkívül sok örömet szereztem magamnak. A Jánossal való együttműködés, hát az egy fantasztikus dolog volt. Volt kis idegesség, kis idegroham, meg ez az amaz, ami szokott lenni. De én nagyon remélem, hogy az eredmény az jó lesz. Ez a különleges darab igényel-e valamiféle különleges színészi technikát? Hát olyan módon igényel, hogy ami a legnehezebb az életben, nagyon egyszerűen játszani. Mert végül is ez három takarítóasszonyról szól, gondolom ezt már többiek elmondták, akik hát végül is egy álmaikat próbálják itt a színpadon eljátszani, de ugyanakkor mégis nagyon őszintén. És ez nagyon nehéz, az a legnehezebb, hogy szinte borotva élen táncolunk, hogy túl sok ne legyen, és hát kevés se, amit próbálunk ebbe a szerepekbe kihozni. Mióta készülnek rá? Hát ez egy ilyen hosszadalmas fölkérés volt, aztán eléggé sokan vaciláltunk, megmondom őszintén, én jó magam is, mert nekem egy kicsikét maga a szöveg idegen volt, nekem kellett először megbarátkozni azzal, hogy egyáltalán ezt el tudom játszani. A darab az emberben lakó rosszat, az alantas ösztönöket mutatja föl, rikító színekkel, verbális naturalizmussal. A három asszony makacsul ragaszkodik a fogyasztói világ kellékeihez, abban keresi és megtalálni vélik az emberi élet értelmét, legyen is az bármilyen. A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.